2020-ban a járványhelyzet okozta új normarendszer állította a legfőbb kihívás elé azokat a családokat, amelyekben súlyosan halmozottan sérültek élnek. Dr. Gazsi Adrián jogász előadásában elhangzott, a közigazgatási rendszer egyfokúvá válása szintén nehézséget okozott az ügyintézési folyamatokban, emiatt sokan fordultak jogi segítségért a kézenfogva alapítványhoz. Most az egyfokúvá azt jelenti, hogy közvetlenül a bírósághoz, tehát ez egy nagyon nagy változás, hogy a szülők tudjanak róla, hogy nincs idézőjelbe két dobásuk, hogyha így fogalmazhatok, hogy alaposan kell beadni a kérelmet, mert nincs lehetőség arra, hogy hopp, nem csatoltam be egy olyan szakvéleményt, ami igazolta a súlyosabb állapotot, stb. Tehát, hogy jogorvoslatért csak a bírósághoz lehet menni. A halmozottan sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetsége, valamint az értelmi sérülteket szolgáló társadalmi szervezetek és alapítványok Országos Szövetsége 2019-ben kötött együttműködési megállapodást, amelynek eredménye az Egerben szervezett szakmai nap. Az volt egy cél, hogy itt most azok az emberek vegyenek részt, érintettek családok vegyenek részt elsősorban, akik itt a környéken, helyben vagy a szűkebb környezetben élnek, hogy részt tudjanak ők is venni ezen. Akiknek jogi segítségnyújtásra van szükségük, kérdéseikkel a kézenfogva alapítványhoz is fordulhatnak e-mailben vagy telefonon, ahol pénteken tartanak ügyfélfogadási napokat. Az egyes családokra vonatkozó támogatási formákról szintén az intézmény honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.